Szevasztok, Charlie vagyok, és bemutatom a Sci Mandatory of Happiness nevű játékot, ami nem meglepő módon az azonos című anime sorozatra épül, és már elérhető PlayStation 4, illetve PS Vita platformokra. Mifaját tekintve a játék visual novel, vagyis kvázi egy interaktív elbeszélés, tehát senki se számítson benne a hagyományos értelemben, mert lövöldözésre, akcióra és mi egymásra már az elején kiemelném a játék egyik hatalmas pozitívumát, amiért óriási piros pont jár a fejlesztőknek, mégpedig hogy meghagyták a japán szinkront. Koko Bizony, napjainkban egyre több játékból gyarulják ki ezt a lehetőséget, például a nemrég megjelent God Eater Resurrection és God Eater 2 játékokból, pedig a Szigetországon kívül is elég sokan szeretik az eredeti szinkronnal élvezne játékokat, meg a japán egyébként is olyan talamos nyelv, így egyszerűen jó hallgatni is. A játékra visszatérve a 2112-es évben járunk Tokióban, ahol az emberek mentális állapotát folyamatosan nyomon követés rögzíti a korvány Civil System néven ismert AI rendszere, aminek célja, hogy még megtörténtük előtt megelőzzék a bűntényeket, vagyis pontosabban még bűnözővé válásuk előtt elkapják az úgynevezett lappangó bűnözőket. A helyzet alapján kicsit a vélemény című filmhez hasonlítható, de nyilván az időutazás és egyéb elemek nélkül. A civil szisztem az emberek morális és mentális, avagy pass értékét olyan adatok alapján számolja ki, mint például az egyén stressz szintje és úgynevezett bűnöző együtthatója majd színnel és számmal megkülönböztethető formában közdi az eredményt. Utóbbia következőképpen néz ki. Száz alatt az alany veszélytelen, 100 fölött és 299 alatt már lappangó bűnözőnek számít, aki hajlamos a bűncselekményekre, 300 felett pedig komoly veszélyt jelent a társadalomra és azonnal egy likvidálásra ítéltetett. A CBS system dönt emellett az egyének társadalomban elfoglalt szerepéről, munkájáról is, ami csak érdekes helyzeteket szül a játékban. A játék elején két karakter közül választva más-más szemszögből ismerhetjük meg a cselekményt. Az egyik lehetőségünk Nadeshiko Kugatachi, az MWPSB rendventartó szerv tagja, aki kiképzése során sajnálatos módon elvesztette emlékeit, de ennek ellenére munkájában kiválóan teljesít, még ha viselkedése kicsit robotias is. A másik választásunk pedig Takuma Tsurugi, akinek eltűnt gyerekkori barátja utáni sikertelen kutatása Szájhópász szintjének lappangó bűnöző szintre emelkedéséhez, majd elzárásához vezet. Nem sokára azonban felkéri az MWPSB, hogy csatlakozzon soraiba, és Takuma természetesen él is ezzel a lehetőséggel, hiszen ezúton nem csak szabadságát kapja vissza, de a szervezet tagjaként reményei szerint rátalál elveszett barátjára is. Ahogy említettem, a játék a Visual Novel műfajt képviseli, így a játékmenet többnyire a cselekmény követéséből, párbeszédek megfigyeléséből, nyomozásból, döntéshozatalból és hasonló elmekből áll. A világ világa rendkívül futurisztikus, az épületektől kezdve az önvezére drónokon, járműveken és a Cyber Systemen át egészen az MW PSB tagjainak Dominator lőfegyveréig, ami a Psyhopass értékétől függően bénítja meg, vagy robbantja cafatokra a célpontot. Ezt az igazán érdekes világot teszik még színesebbé az egymástól rendkívül különböző karakterek, akik között találunk öreg veteránt még a régi szépítőkből, időkből pedás maximalistát, vagy akár tipikus vicces fiút is, aki azt hiszi, hogy fasz a gyerek. Mindezek egy a csavarokkal teli történettel, amiből inkább nem örülnék le semmit, egy igazán üdítő és izgalmas koktént alkot, ami rantáltan nem okoz csalódást a műfaj kedvelőinek. A Psychopath Mandatory of Happiness egy érdekes jövőképet festő elkotás, szerencsére nem a sorozat cselekményét követő történettel, érdekes világgal, színes szereplőgárdával és sok-sok játékidővel. De mivel tényleg egy interaktív regényről beszélünk, így kizárólag a Visual Novel rajongóknak ajánlott.